A Ne érts félre sorozatunk 6. alkalmához érkeztünk, és maradunk rövidebb kijelentések vizsgálatánál. De ezek a kijelentések egytől egyig Jézus Krisztustól származnak, úgyhogy megértésük rendkívüli módon fontos, hiszen egyik mesterem az irodalomtörténetírásban, Martinkó András, az 1980-as években a Magyar Rádióban tartott beszélgetéseit összefűzve, összeszerkesztve egy külön kötetet tett közzé ezzel a címmel, hogy értjük-e vagy félreértjük a költő szavát. Nem mindegy, mert most nagyobb jelentőségű dologról van szó, hogy értjük-e vagy félreértjük Jézus szavát vagy szavait. Többen visszajeleztek, hogy megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy ha nem értünk valamit a Bibliában, nem okvetlenül először magunkban kell keresnünk a hibát. Hogy a Bibliában ne keressünk hibát, arról már régen szó volt, hiszen ha a Biblia Isten szava, Isten gondoskodott arról, hogy megfelelő módon jusson el hozzánk proféták és apostolok által. De sokszor az ember magában keresi a hibát, le is teszi kedvetlenül a Bibliát, hogy úgyse értetem, nem ezzel foglalkozom, nincs rá időm. Pedig van még egy másik tényező is, tudnék, hogy a Biblia fordításban van a kezünkben, talán csak egyetlen egyház mondja most, hogy számára hivatalos Biblia vulgáta, tehát az Új és Új Szövetség latinra fordított Hieronymus, Szent Jeromos által latinra fordított szövege, ezt mi nem valljuk. Mi azt valljuk, hogy a Bibliának az eredeti, tehát a héber és arámi és a görög kijelentései az ihletettek. Tehát vissza kell menni mindig az eredeti szövegekhez, és ha nem tudjuk ezeket a nyelveket, tanácsos utána nézni, megkérdezni szakembereket, hogy hogy is van ott az a kifejezés, az az ige. És ha megértjük azt, hogy mit is tartalmaz a Biblia eredeti formájában, akkor talán az értelmezéssel sem lesz gondunk. Tehát az zárjuk ki, hogy a Biblia téved, azt tegyük fel, hogy a fordításokban sok hiba adódik, talán nem azért, mert szándékosan tettek bele hibákat, ezt ne tételezzük fel. De hát a fordítás a kör négyszögesítése, mondta szintén egy másik mesterem az Irodalomtudományi Intézetben, Rába György, a neves költő, író, műfordító és irodalomtörténész. Le is írta, hogy a műfordítás a kör négyszögesítése, tehát ha én azt a magyar kifejezést, hogy él, mint Marci hevesen, le akarom fordítani más nyelvekre, és szó szerint lefordítom, hát bizony nem sokan fogják tudni, hogy mit is jelent ez, mert se Marcit, se a hevest nem ismerik, de hogyha úgy fordítom le, hogy bőségben él, vagy könnyedén él, vagy mindennel ellátva él, akkor nem kell szó szerint lefordítanom, hogy él, mint Marci hevesen, és mindenki meg fogja érteni a dolog értelmét. És a fordításban rendkívül fontos az, hogy nem szavakat, hanem főleg gondolatokat kell fordítani. Persze, hát a gondolatokat nem szabadosan, nem úgy, ahogy mi éppen elgondoljuk, hanem azért ragaszkodva a nyelvi kifejezésekhez is, de tudomásul kell venni, hogy minden nyelvnek más a szókészlete, más szerkezetei vannak, más összefüggéseket tud hangsúlyozni, más tud árnyaltabban kifejezni. Hát a magyar nyelv éppen jó helyzetben van, mert szinte nincs olyan dolog, amit magyarul kellőképpen ki le tudnánk fejezni. No, azért van néhány, főleg a Bibliával való összehasonlításban, és ebben a sorozatban majd ezekre is sort fogunk keríteni. Tehát, hogyha tökéletes Isten kinyilatkoztatása, de a fordításokban lehet hiba, akkor sokszor mi azért nem értjük a Bibliát, mert alapul veszünk talán egy nem tökéletes fordítást, vagy éppenséggel egy téves fordítást,
és aztán ezen nyűgölődünk, és nem jutunk egyről a kettőre, pedig hát csak utána kellene nézni, hogy hogy is van ez az eredetiben, vagy hogyan is adják vissza ezt más nyelvek, vagy éppen a magyar nyelvben is már van magyar nyelvű biblia fordítás, nem számoltam utána, de ami közkézen forog, az is egy 8-10, de lehet, hogy már 15-20 fordítást is össze tudnánk számolni, Károlyi Gáspár első teljes magyar bibliájától fogva. Érkezett is hozzám kérdés, először erre a kérdésre szeretnék megválaszolni. Fel is olvasom az ige helyet, amelyre a kedves hallgatónk, nézőnk rákérdezett. Máté evangélium a 11. fejezetében a 12. vers a magyar fordításban, mármint a Vizsói Bibliában, a Károlyi fordításban így hangzik: a keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Hát mi tagadás, ez első hallásra nem hangzik valami megnyerően, hogy erőszakoskodnak a mennyek országáért, és akik jobban tudnak erőszakoskodni, azok fogják elragadni, és ez lenne egy krisztusi tanítás attól a Jézus Krisztusról, aki azt mondta, és éppen ebben a fejezetben, a fejezet vége fejeződik be így, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Hát Jézustól mindent meg lehet tanulni, mindent, amit ő bemutatott, az jó és az mérték mindannyiunk számára, de hogy különösen hangsúlyozta a szelídségét és az alázatos szívűségét, és néhány verssel odébb pedig Máté azt jegyzi fel, hogy azt mondta volna, hogy erőszakoskodnak a mennyek országáért, ez a helyes, és akik erőszakoskodók, és elmarják, aki bírja, marja, azok tekinthetők igazi hívőknek, vagy keresztényeknek. Hát ugyanaz a dolog áll előttünk, mint a múltkori 5. alkalommal, hogyha Jézus egyik kezével vissza akarta tartani a tanítványait, hogy ne vetekedjenek az elsőségért, hogy aki köztetek első akar lenni, legyen mindenki szolgája. Meg hogyha nem lesztek olyanok, mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be az én országomba, akkor a másik kezével pedig elsőt vagy vikáriust helyezett volna az érre, és helyettestről rendelkezett volna a mennybe menetel után, ki van zárva. Tehát a múlt alkalommal is legalább 5-6 érvet felsorakoztattunk amellett, hogy mennyire helyes az a gondolkodás, ami a Biblián alapul, hogy Jézus nem tudja más helyettesíteni, csak a Szentlélek. Ember végképp nem, és aki emberrel akarja Jézust helyettesíteni, hát az nem isteni dolgot cselekszik, hanem az velejében egy sátáni elképzelés, hogy valaki Isten helyébe álljon, és ugyanazt a tiszteletet kérje itt ki magának, mint amire egyedül Isten méltó, és hát erről a hatalomról legalább 20 profécia van a Bibliában, ezt nem is említettük, hiszen múltkor azzal fejeztük be, hogy ezt más kérdéskörbe kell utalnunk, ez a magyarázat, a helyes magyarázat ellenőrzésének a meghosszabbítása, fogok majd erről is szólni, de most nézzük meg Jézusnak ezeket a rövid kijelentéseit, tehát még egyszer olvasom Máté evangélium a 11. fejezet 12. versétől: a keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Hát itt ahány európai fordítást megnézünk, mindegyik majdhogy nem így adja vissza. Ilyenkor félő, hogy talán a latin fordításban következett be valami hiba, és ha utána megyünk, ami itt csak egy áll a latin fordítás mögött, mert hiszen az új szövetség nyelve a görögben ez nem egészen így van. De a múlt alkalommal azt is többen nehezményezték, hogy én miért beszélek
Petroszról és Petráról, hát ha valaki ezt nem érti, de hát persze említettem, hogy ha valaki nem akar visszamenni az eredeti nyelvhez, akkor más rendelkezésre álló ellenőrzési eszközök vannak a kezünkben, és a múltkori előadást ezeken futtattam végig. Most sem kell visszamennünk az eredetihez. Én azt gondolom, hogy ha a Bibliában vannak fordítási pontatlanságok, mert itt is egy fordítási pontatlansággal lesz dolgunk, akkor nézzük meg a közvetlen szövegkörnyezetet, hogy a közvetlen szövegkörnyezet milyen gondolatot sugall, milyen értelmezést és milyen nyelvi kifejezést sugall. És azt gondolom, hogy itt már, ha csak ezt tekintetbe vesszük, már ki fogunk világosodni, mert hát ez egy nagyon nevezetes részlet, ez a Máté Evangélium a 11. fejezete. Más evangélistáknál ez ilyen részletesen nincsen jelen, hogy Keresztelő János, amikor bebörtönözték, tehát kezdeném először a körülményeknek a felszínre hozásával, tehát amikor Keresztelő Jánost bebörtönözték, és ott a börtönben, Heródes börtönében úgy megrendült a szíve, és bizonyára mások is tettek ezért, hogy megrendüljön János. Tudnék, Jézus egyre nagyobb tömegeket vonzott maga után, hallotta is ezeket a híreket Heródes börtönében Keresztelő János, ő meg ott van egyedül, néha a tanítványai bemehetnek hozzá, hozzák persze ezeket a híreket, és Keresztelő János nem tudja mire vélni, hogy Jézus talán miért nem menekíti ki a börtönből. Hát Jézus, aki visszaadja az emberek egészségét, aki megszaporítja a kenyeret, aki lecsendesíti a tengert, milyen könnyűszerrel kiszabadíthatná őt a börtönből. És telnek múlnak a hetek, hónapok, és Keresztelő Jánosnak át kell élnie életének ezt a megpróbáltatását. És elgondolja, úgy határoz, hogy két tanítványát elküldi, hogy kérdezzék meg Jézust, hogy miért állt elő ez az eset, és egyáltalán ő a megváltó. Igen, a megrendültség, a csüggedés, a kétségbeesés. Ha nem szabunk határokat neki, rettentő mélységekbe le tudja vinni az embert. Keresztelő János azért határt szabott, mert nem magában okoskodva akarta ezt eldönteni. Azért az megvolt benne, ez a józanság, ez a hit, ez a Jézusban való kételkedésmentes szeretet, hogy hozzá küldt el a tanítványait. Nem a tanítványaival beszélte meg ezt, nem is önmagával beszélte meg ezt. Ó, milyen sokszor ilyenekre vagyunk hajlamosak, hogy megbeszélni emberekkel, megbeszélni önmagunkkal, egyik rosszabb, mint a másik, egyik a csüggedésbe visz, másik a kétségbeesésbe, szörnyű bugyrokba hullhatunk alá. De mi lenne akkor, hogy ha sem emberek elé nem tárnánk a kétségeinket, sem önmagunkban nem forognánk önmagunk körül, hanem leborulnánk és imában Isten elé vinnénk úgy, hogy azt Jeremiás síralmai könyve tanácsolja, hogy önts ki, mint a vizet a te szívedet az Isten előtt, tehát alaktalanul, mint a vizet is, ha kiöntjük, tehát itt nem szép szavakra van szükség, nem formális imádságra, hanem mondjuk el, hogy Istenem, most valamivel megrendültem. Istenem, most valamit nem értek. Eddig olyan sok minden megvilágosodott, most megint elhomályosodtak, és főleg azok az eddig már megértett, vagy olyan nagyon evidensként kezel dolgok most megint ognak előttem, de tudom, hogy te létezel, Istenem, segítsél, mutass utat, add, hogy küzdjek a megértésért, és én azt gondolom, hogy
aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik, ahogy a Római Levél 10. fejezetében mondja Pál apostol, de ott van az a híres gondolat, mert hát hogyan hívják segítségül, hogyha nem hisznek benne. Nem hisznek abban, hogy ő a megoldó, ő a megváltó, ő a mindannyiunkat minden kétségből, kétségbeesésből, kételyből kiszabadítani tudó Isten, de hogyan higgyenek benne, hogyha nem hallottak felőle? És honnan lenne a tudomás Istenről, hanem a saját szavából, a hit tehát hallásból van, és a hit az Isten szavából, az igéből, a Bibliából származik. A keresztelő János ezért elküldötte két tanítványát Jézushoz. Figyeljük meg, hogy Jézus hogyan fogadta őket. A tanítványok ezt a kérdést tették fel, te vagy az, aki eljövendő, vagy mást várjunk? És felelvén Jézus mondta nékik, menjetek el, és jelentsétek Jánosnak, amiket hallotok és láttok. A vakok látnak, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, és a süketek hallanak, a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik, és boldog az, aki én bennem meg nem botránkozik. Én úgy gondolom ezt a jelenetet, hogy amikor megérkeztek ezek a küldöttek Jézushoz, ugye az előző versek hírül adják, hogy Jézus éppen nem csak tanított, de gyógyított is, hogy Jézus tudomásul vette a küldöttek megérkezését, de hagyta, hogy lássák a küldöttek, amit látnak. És azután hivatkozott Ézsaiás könyve 61. fejezetére, hogy tudják azonosítani, amiről 800 éve beszélt ez a proféta. Hát most itt van a szemetek előtt, a vakok látnak, a sánták járnak, a siketek hallanak. Beteljesedett Ézsaiás jövendőlése, a messiás első eljöveteléről, amely a tanítás, a gyógyítás, az ember helyreállításának az eljövetele lesz, nem olyan, mint a második eljövetel, amikor eljön hatalommal és dicsőséggel, és akkor már kész tények sorakoznak mindenki előtt, kiki az üdvösségre jut, kiki pedig az elveszésre, és az ítélet első szakasza után majd folytatódik a második Jézus második eljövetelét követően. Tehát Jézus világosan mondta a követeknek, hogy mondjátok el Jánosnak, amit láttatok. Mondjátok el, hogy én ezt felelem neki. Milyen érdekes, hogy Jézus nem a saját szavaival felelt. Jézus elővette Ézsaiás jövendőlését. Vajon miért? Hát azért, mert egyrészt ezzel igazolta az ő küldetését, hogy amiről Isten Ézsaiás által jövendőlt, az most az ő személyében beteljesedik. Másrészt pedig ne felejtsük, hogy Ézsaiás könyve 40. fejezetétől fogva vannak a legszebb messiási jövendőlések. Többek között vigasztaljátok népemet, mert eljön Istenetek, és itt az eljövendő messiás előfutáráról, tehát keresztelő Jánosról is voltak jövendőlések, amiből egyébként keresztelő János tudta magát azonosítani, hogy ő kicsoda és mi a feladata. Tehát Jézus azt üzente vissza keresztelő Jánosnak, amiben ő rendkívül otthonosan mozgott, Ézsaiás könyve jövendőlésében. Igen, János, ne inogjál meg, amiről te hirdettél, hogy te voltál az előfutáram, hogy te készítetted az utat, mert ha nem készített volna senki sem lelki utat, akkor engem már rég kivégeztek volna. Te betöltötted a küldetésedet, te örömmel tekinthetsz vissza ezekre a hónapokra, erre az egy-két esztendőre, amikor te beteljesítetted az útkészítőnek a munkáját. És Jézus még hozzátette, hogy boldog az az ember, aki én bennem meg nem botránkozik. Aki nem mást vár tőlem, mint azt, amit Isten előre kijelentett. Boldog ez az ember, aki komolyan veszi az igéimet, azokra figyel, azokat kívánja megérteni és majd megcselekedni az életében. Ez boldogság.
Jézus a boldogságot máskor is így foglalta össze, hogy azokat nevezem boldogoknak, akik a mennyei atyám akaratát ismerik, a szavát ismerik, és azt betöltik. Hát tulajdonképpen ez a boldogság. És ennek a 8 részben további részletezése, ez a hegyi beszéd eleje, Máté Evangélium a 5. fejezet első versétől a 8 boldog mondás, vagy Jézus Krisztusnak a boldog mondásai. És ezzel Jézus útnak engedte a követeket, hogy ezt mondják meg Jánosnak. És miután ezek a követek elmentek, Jézus nem folytatta más tanítással a napját, vagy nem gyógyítással folytatta az időt, hanem a nagy tömegnek egy kicsit visszatért keresztelő Jánosa. Ha talán néhány ember megbotránkozott abba, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk, hát hogyan kérdezhette ezt János? Hát ha János az előfutár maga nem tudja biztosan, hogy ki előtt készítette az utat, akkor mi a nép, mi a köznép, hát akkor mi tőlünk mit várhat az Isten? Jézus visszatekintett keresztelő János szolgálatára. Csodálatos, hogy Jézus milyen elismeréssel tekint vissza. Először azt mondja Jézus, hogy mit látni mentetek ki a pusztába, szélingattan átszállat? Olyan ember volt keresztelő János, aki ha erről fúj a szél, így beszél, ha arról, akkor amúgy beszél. Nem, ő nem volt elvtelen és gyáva ember. Keresztelő János gondolkodó, tisztánlátó, bátor ember volt, próféta volt, sőt, mondja majd Jézus, prófétánál is nagyobb, tehát a legnagyobb, mint egy Mózes, meg egy Illés, tehát ezek sorába iktassuk be mi is keresztelő János. Ő nem volt szélingattan átszáll. Vagy mit látni mentetek ki a pusztába? Puha ruhába öltözött embert? Hát a puha ruhába öltözött emberek a királyok palotájában vannak. Keresztelő Jánosnak étele, sáskának fordítják, továbbra is fenntartom, és ezzel is majd szeretnék foglalkozni, hogy ez a mai nyelven karob, vagy János kenyér volt, vagy rogács, ahogy mondják a délvidéken. Éppen keresztelő Jánosról kapta az elnevezését, nem mint hogyha a sáskák bizonyos fajtái ne lettek volna fogyaszthatók, de én azt gondolom, hogy itt keresztelő Jánosnak az erdei méz mellett az a János kenyérfa gyümölcse volt a táplálék, ami a legegyszerűbb táplálék, ami mégis a legjobb egészséget és cukorfokot biztosít, természetesen lehetett más tápláléka is, de az alapvető az a nagyon általa kedvelt táplálék ez volt, és keresztelő János puritán életére, egyszerű életvitelére, hogy teveszőrből való volt a ruhája, hogy egyszerű volt a táplálkozása. Tehát ő valóban nem azt kérdezte, hogy mit eszünk, mit iszunk, miben ruházkodunk. Jézus ezeket a kérdéseket újra fölvetette Máté Evangélium a 6. fejezetében, a hegyi beszédben, mert az embereknek állandóan ez a fő témájuk, hogy mit eszünk, mit iszunk és miben ruházkodunk. Nem több az élet, mint az eledel, és a test, hogy sem, mint az öltözet. Hát az ember élethez ezek szükséges dolgok, és Istennek van ilyen ígéret, hogy kenyerünk, vízünk soha el nem fogy, és Pál apostolnak is van ilyen felszólítás, hogy ha van élelmetetek és ruházatotok, elégedjetek meg vele, de ez ennyi, ezzel többet foglalkozni fölösleges. Vagy mit látni mentetek ki a pusztába, kérdezi Jézus harmadszor is, prófétát-e? Bizony mondom néktek, prófétánál is nagyobbat, mert ő az, akiről megvan írva, íme én elküldöm az én követemet a te orszád előtt, és aki megkészíti előtted a te utadat. Bizony mondom néktek, az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál, de akik legkisebbek a mennyeknek országában, nagyobbak nálánál. A keresztelő János idejétől fogva pedig mindmostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt. Mert a próféták minnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak.
és ha be akarjátok venni, illéső, aki eljövendő volt, akinek van füle a hallásra, hallja. Itt a 15. versben, Máté Evangélium a 11. fejezet 15. versében fejeződik be ez a történet, ennek a történetnek az elmondása, következik aztán egy megragadó példázat, az utcán sípoló gyerekek példázata. Ezzel is szeretnék majd foglalkozni, ez is kevéssé értett példázata a Bibliának, és keveset is foglalkoznak vele. De most szeretném a harmadik kérdés után folytatni, hogy mit is mondott itt Jézus? Hogy egy olyan óriási prófétát láttatok ti zsidó emberek éveken keresztül. Nem véletlenül írhatta Josephus Flavius a Zsidók története című munkájában, hogy seregestül tódultak ki hozzá az emberek. Mert keresztelő János fölrázta az egész népet. Az ige hirdetése tiszta volt, határozott volt, világos volt, és abba az áporodott vallásoskodásba, mint a farizeusok, a sadduceusok, a Heródes pártiak és más vezető csoportok elhintettek a nép között, valami egészen új levegőt hozott. Kinyílt Isten világa és az emberi létezés, és keresztelő Jánostól, mint egy újdonat, új tanítást hallottak, pedig hát ez egy régi tanítás volt. Ami régi, mindig az az új, mert az emberek mindig az igazat elfelejtik, és ahogy a hazugságokra mennek a tömegek, olyan messzire elmennek már a hazugságok irányába, hogy amikor valaki megszólal és azt mondja, hogy 2 × 2 = 4, akkor mindenki a fejére csap, hogy tényleg nem 3 és nem 5. Na valahogy így tudnám jellemezni ezt a helyzetet. És Jézus, amikor azt mondja, hogy nem akárki volt ez a keresztelő János. Ne úgy vegyétek, hogy ő most megingott, és leírjátok, hogy hát ha ő is megingottat, akkor mi meg mit értetünk meg egyáltalán, ha az előfutárnak kétségei vannak Krisztus személye felől, hát akkor mi meg eloldalgunk, dolgunk végezetlenül, hogy mi semmit nem értetünk az egészben. Ne így vegyétek ezt. Újra idézi Ézsaiás proféciáját, hogy az Isten által megjövendőlt útkészítő jött el, igen, ő keresztelő János. De hát ez is Ézsaiásnál olvasható, ezt már nem idézi Jézus, csak én mondom, hogy meglankadnak, megfáradnak a legkülönbek is. Nincs olyan hívő ember, akinek a megingását a Biblia ne írná le. A Noé, az Ábrahám, Dávid, Salamon, Ezékiás király, Jósiás, a legnagyobbak, bezárva keresztelő Jánosig. Nincs olyan ember, aki az életében ne esett volna el, méghozzá elég nagyot, még hívő korában is. De a különbség nem ott van, hogy lennének olyan emberek, akik soha nem estek el, mondjuk már hívő koruktól fogva. A különbség ott van, hogy vannak emberek, akik elesnek, vagy nem hívő állapotban, vagy hívő állapotban, és esetleg ott maradnak elterülve, és a különbség ezek és azok között van, akik ha elesnek is, föl akarnak kelni, segítségül hívják az Isten nevét, és aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Jézus tehát igazságot szolgáltatott keresztelő Jánosnak. Nem engedte, hogy keresztelő János tekintélyét lerombolják. A tekintély ebben az értelemben pozitív dolog. Tehát nem hirdetünk tekintély elvűséget, mert egyetlen egy tekintély van számunkra, az Isten és az Isten szava. Tekintély elvűséget soha nem hirdethet egy keresztény, de tekintély tiszteletet igen. Mert tekintélye van egy családban, akkor is az apának, anyának, hogyha nem egészen tökéletes apa és anya. Tiszteletet kíván a polgármester, az államfő vagy a miniszterelnök, mert sok millió emberért, vagy sok százezer, vagy ezer emberért felelős. Az nem annyit jelent, hogy én mindenben elfogadom, amit ők mondanak, a szülőktől az államfőig, de akkor is tisztelem. A szeretetnek egy különleges válfajával kell, hogy körülvegyem,
mert érzem a feladat nagyságát, amit Isten ő ráhelyezett, és ezt a tiszteletet Jézus keresztelő János iránt is fenn akarta tartani. Annak ellenére, hogy ilyen kéréssel küldte el a követeit ő hozzá. És ezután mondja, hogy az asszonyoktól születettek között nem támadott nagyobb keresztelő Jánosnál. Sokan fölteszik a kérdést, most jön egy megint olyan félreértett mondat, de aki legkisebb a mennyeknek országában, nagyobb nálánál. Hát ezt meg miért mondta Jézus, és mire mondta legfőképpen? Ez a jézusi mondás nagyon egyszerű dolgot mond el. Keresztelő Jánosig is sokan hittek az Isten által megígért megváltóban. Isten ezt a hitet 4000 évig fenntartotta, a zsidó nép körében pedig 1500 évig. És e hit alapján, e hitet közvetítette az áldozati rendszer, a proféciák, különböző jelek, amik voltak a messiásra, nézve mondjuk például az érckígyó, vagy a részkígyónak a jele, vagy a Jákob lajtóriájának a jele. Tehát az Ószövetségben, amíg nem jött el Jézus, Istennek kellett is nagyon sok mindennel alátámasztani azt azoknak az embereknek, akik még Jézus napját nem látták, nem láthatták, de el tudták képzelni. Hitben el tudták fogadni. Ábrahám látta az én napomat, és örült, mondja erre visszatekintve Jézus. És az Ószövetség hívő embereinek volt Istennel olyan tapasztalatuk, mint megváltó Istennel. És ezért mondhatjuk azt, hogy Isten bőségesen gondoskodott arról, hogy azok, akik Jézus előtt éltek, azok is örülni tudjanak az isteni megváltásról szóló tanításnak, el tudják képzelni és fogadni ennek a megváltásnak a miben létét, mikéntjét. De ezek az emberek, akik nem láthatták Jézust, hitben éltek, nem látásban, de akik láthatták Jézust, hát azok nagyságrendekkel többet láttak Jézusból, akik ott voltak 3,5 évig körülötte, és mi, legfőképpen mi, akik ugyan nem voltunk ott Jézus körül, és sok ember már ezen panaszkodik, hogy ha én láthattam volna Jézus, akkor hinnék benne. Vagy egy pillanatra jelenjen meg Isten, ahogy mondja az egyik tanítványa Jézusnak az utolsó vacsora utáni beszélgetésben, hogy mutasd meg nékünk az atyát, és ez elég. Hát, aki engem látott, látta az atyát. Mi tudunk a legtöbbet Jézusról? Mielőttünk már úgy irattatott meg Jézus, mintha előttünk feszítetett volna meg, hogy Pál mondja a Galatáknak. És mi már a legkisebb közülünk, nagyobb annál, mint aki 4-3-2000 évvel ezelőtt élt. Ennyit jelent Jézusnak ez a kijelentése. Tehát Jézus az előző kijelentésben is arra utal, hogy Isten folyamatosan jelentette ki önmagát. A megváltás tervébe is folyamatosan engedett mind mélyebb és mélyebb pillantást. Ezt vegyük most alapul, hogy jön a következő vers, amire azt mondják sokan, hogy miféle erőszakoskodókról van szó. Én itt ezt a verset nem így fordítanám, hanem azt mondanám, hogy a keresztelő János idejétől fogva mind mostanig a mennyek országa nagy erővel haladt előre, mert hiszen Ádám és Évától fogva Ábrahámon, Mózesen át, Dávidon, Dánielen és a prófétákon keresztül mi minden feltárulkozott a mennyek országáról. Nagy erővel haladt előre a mennyek országa. De közben, ha nagy erővel halad előre, nagy erőszakot is szenved. Én ezt a mondatot, bár nem vagyok az ókori nyelvek tudója,
csak egyszerűen egy olvasó ember, aki Jézus minden egyes megnyilatkozásában értelmet lát, mert értelem is van benne, és csak így tudom elképzelni, hogy Jézus ezért folytatta ezzel, hogy igen, hát a legkisebb is nagyobb már a mikorunkban, mert sokkal többet tud Jézusról, sokkal több erőt ad Jézus az ő életéhez, adhat erőt, mert hát feltárulkozott már a tanítások összessége, és ezután én ezt a mondatot tudom jól, hogy a cselekvő, a visszaható, a műveltető, a szenvedő igékkel szinte minden nyelvnek problémája van, a magyarnak is, nálunk például a szenvedő szerkezet teljesen kiment már a divatból, alig használjuk, pedig a Bibliában ezt még Károly Gáspár nagyon használta, én a mennyek országát tartom az alanynak, és a mennyek országa nagy erővel haladt előre, de közben óriási ellenhatást is kivált. És ezért nagyon fontos megismernünk pontosan a szavak értelmét, mert itt egy új tanítás bontakozik ki. Tudnék arra a kérdésre, hogy miért lesz ilyen kegyetlen a történelmünk, és egyre kegyetlenebb, hogy haladunk előre, még a mi életidőnkön belül is érezzük, hogy nem az a világ már, mint ami 40 éve volt, vagy 30 éve volt, vagy 20, még azt is mondanám, nem olyan a világ most, mint amilyen 10 meg 5 éve volt. Ennyire felgyorsulnak a dolgok. Miért? Mert mennyekországa nagy erővel halad előre, közel van Jézus második eljövetele, és Isten ígéretét beváltja, és még inkább be fogja váltani, hogy vakító világosságként ragyogja be az egész földet az evangélium. De közben Sátán, Isten és ember ellensége nem, hogy nem tétlen, hanem megsokszorozza erőit, hogyan is mondta Jézus, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti, Jelenések könyve 12. fejezete szerint, vagy el akarja hitetni, ha lehet, a választottakat is, Máté evangélium a 24. fejezete szerint. Tehát itt egy óriási küzdelem dúl. Az a küzdelem, amelybe Jézus Krisztus egyébként bepillantást engedett a Jelenések könyve 4. 5. fejezetében, van ehhez egy bevezető látomás, és a 6. fejezettől elkezdődő 7 pecsétes könyv felnyitásának az első 4 pecsétnél ezért jönnek ki lovasok, fehér, vörös, fekete, halott sárga lovas, mert óriási küzdelem, hát csak ilyen lovasokkal jelképezhető óriási küzdelem a világtörténelem. Tehát ezért én ezt így fordítanám, a mennyek országa Keresztelő Jánostól fogva nagy erővel halad előre, mert eljött Jézus, az ő tanításai messze fényesebbek, világosítóbbak, mint Jánoséi, és aztán, ami azután következik az egész Jelenések könyvéig, de közben óriási erőszaktételt szenved. Sátán minden erejével arra tör, hogy Isten országa előrehaladását megakadályozza. Tehát én így értelmezem ezt a verset, én ilyen fordítást szeretnék ennek tulajdonítani. Megnéztem például, 1931-ben adták ki ezt a bibliai lexikont. Hárman írták, Ceglédi Sándor, Hamar István és dr. Kállai Kálmán, mind a mai napig számomra legalábbis, bár már megjelent új katolikus, protestáns, több képkötetes a protestáns lexikon, de még mindig ezt olvasom a legtöbbet, mert ez magába foglalja a pozitivizmus alaposságát, a szellemtörténetnek a szárnyalását, és egyáltalán a biblikus tudományoknak egy olyan időszakában, a két világháború közötti szélcsendes időszakban keletkezett, amikor még volt idejük az embereknek, hát 3 ember megírt egy lexikont, azért ez se kis dolog. Ebben a lexikonban a 303. oldalon a következőt olvasom, az erőszak fejezetnél a szerzők ezt írják.
Ennek a kifejezésnek a keresztelő János idejétől fogva pedig mostanáig erőszakoskodnak a mennyek országáért, alapjában véve örvendetes jelentése van. Az emberek mindenáron be akarnak jutni Isten országába, s törekvésük sikerrel is jár, mert mint tovább olvassuk, az erőszakoskodók ragadják azt el. Valóságos verseny fejlődik ki azért, hogy elnyerhessék az Isten országát. Lásd Lukács evangéliuma 13. fejezet 24. verse. Hát az előbb elmondottakból talán kiviláglik, hogy én nem értek egyet ezzel az értelmezéssel, bár az illető szerzők 100 emelettel magasabban állnak, mint én, a biblikus nyelveknek a tudásában, de azt gondolom, hogy itt valamit nem gondoltak meg. Nem gondolták meg azt, hogy Jézus soha nem beszélt arról, hogy bármiért is erőszakoskodni kellene, vagy soha nem dicsőítette az erőszakot. Idéztem már, hogy azt mondta, hogy tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szív vagyok. Jézus Krisztus szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hagyta az igazságosan ítélőre, ami bűneinket a maga testében maga vitte fel a fára, hogy mi a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultunk meg. Így olvasom ezt Péter első level, 2. fejezet 22. versétől egy csodálatos gondolatmenetben. Én ezt az értelmezést tehát, amit ezek a nagyon derék protestáns szerzők adnak, nem tudom elfogadni. Soha nem dicsőíti Isten az erőszakot. Zakariás könyvében is azt olvassuk, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel. Isten erőszakot soha nem ír alá a Bibliában, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mondta Pál a Korintus belieknek. Az erőszak ki van zárva Isten világrendjéből, Isten kényszerrel senkit nem akar megváltoztatni. Persze vannak határesetek, mert kétségkívül, hogy Jónás, amikor elfutott Isten elől, Isten kényszert alkalmazott, hiszen ő támasztott nagy szelet, és hát a profétáját, az engedetlen profétáját más irányba utasította, de ott is Jónásnak megadatott az idő, hogy a nagy hal gyomrában végig gondolja az életét, és az imádságában ki is fejezte, hogy szembefordult önmagával, tehát itt a kényszer jó tanácsadó volt, de ez csak idézőjelbe tett kényszer. A külső körülményekben lehetnek kényszerek, bennünket is megbirincselve elvihetnek, ez egy kényszer, hogy az Isten ezt engedi, azt talán azért engedi, hogy közben majd elgondolkozunk sok mindenen, meg mások is elgondolkoznak sok mindenen, és az ő akarata, az ő tervei valósággá válnak. De ami feltűnt nekem ebben a magyarázatban, hogy visszautal Lukács evangéliuma 13. fejezet 24. versére. És a mai alkalommal ez a másik igehely, amelyet szeretnék nyilvánvalóvá tenni, mert itt is rossz a fordításunk. A kezünkbe levő vizsói Bibliában, tehát ez a fordításunk, Lukács 13.24-ben Jézus egyszer így tanított, igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Mert sokan, mondom nektek, igyekeznek bemenni, és nem mehetnek. Az előbbi szerzők, a bibliai lexikon szerzői arra gondolhattak, hogy itt nem is akármilyen erőszakoskodásra van szükség. Itt egy ilyen nagy tülekedés, amiben kapart ki a gesztenyét, vagy két könyökkel is harcolt ki magadnak, hogy csak bemenjél azon a szoros kapun, amin hát tömegek akarnak bemenni. Igyekezzetek bemenni a szoros kapun, mert bizony mondom nektek, sokan igyekeznek és be nem mehetnek. De első hallásra is tapasztaljuk, hogy itt valami, hogy szokták mondani, nem stimmel a fordításban. Hát, ha sokan igyekeznek, akkor miért nem mehetnek be? És ha Jézus azt mondja, hogy igyekezzetek, akkor miféle igyekezetre van szükség, hogy valóban be is mehessünk? Hát igyekezett, hát miért mehet be az egyik, és miért nem megy be a másik?
No, viszont egyszerűbb esettel van dolgunk, de ettől fogva még a szerzőinknek a hivatkozása téves, mert itt egy egészen más dologról van szó. Itt nem erőszakoskodásról van szó. Itt nem arról van szó, hogy minden erkölcsi mértéket felrúgva valamit csak azért, mert jó, igyekezzünk megszerezni. Tehát a Biblia soha, de soha nem tanítja a cél, szentesíti az eszköz. Machiavellista vagy jezsuita felfogását. Soha nem mond ilyesmit a Biblia, hogy a cél szentesíteni az eszköz. Bibliai élettörténetek sokasága, Ábrahám, Jákob és mások elmondják azt, hogy Isten nem tudja elfogadni azt, hogy jó célok érdekében rossz eszközöket használunk. Isten csak azt tudja elfogadni, hogyha jó célok érdekében jó eszközöket használunk. Ez a tiszta képlet. Itt a Lukács 13-24 esetében egy nagyon súlyos fordítási pontatlanságról van szó, legalább olyanról, mint a Petrosz Petra esetében. Mert más szó áll az első igyekezetnél, hogy a ti igyekezzetekbe menni, ott a magyar nyelven most jövevény szóként is ismert agónia szónak az igei formájál agonizeste. Tehát életre, halálra igyekezzetek. Így kellett volna lefordítani is. Tehát helyesen így kellett volna lefordítani. Életre, halálra igyekezzetek bejutni a szoros kapun. Mert sokan, és most én megengedtem volna magamnak egy ilyen fordítást, sokan csak úgy igyekezgetnek, úgy vágyakozgatnak, úgy óhajtják, úgy kívánják néha napján, ugye kellőképp több kifejezéssel is körül tudjuk írni, de ez nem ugyanaz. Amit te valami teljes szívedből, teljes lelkedből akarsz, életre, halálra szeretnéd, hogy megvilágosodjál, hogy értsed Istent, hogy Isten hatalmába tudja venni az életet. Ezt teszed az első helyre. Keressétek először Isten országát és annak igazságát, és minden más megadatik néktek, olvassuk a hegyi beszéd Máté evangélium a 6. fejezetbeli részletében. Tehát Jézus itt megkülönbözteti, két szót használ, az bizony elég súlyos fordítási pontatlanság, hogy egy mondatban, ha két kifejezés van, és mi ugyanazzal fordítjuk le, hát azzal növeljük az űrzavart, mert az magyarban soha nem lesz egyértelmű. Tehát ezt így kellett volna lefordítani, hogy életre, halálra igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Ezt tegyétek az életetekben az első helyre, az igazság tisztázását, hogy Isten útjain járjatok, hogy betöltsétek hitáltal a 10 parancsatot, ez legyen az első dolog, életre, halálra, ezzel és semmi más nem kerülhet. Mert hát sokan azt mondják, hogy igen, szép az Isten országa, mint Agrippa mondta Pálnak, hogyha még sokáig beszélsz felőle, magam is keresztényé leszek. Hát ez a vágyakozgatás, az óhajtozgatás, nem is tudom, ez a gadgetezés, hogy így fejezzük ki a magyar nyelvben, itt ugye nagy különbség van. És van még időnk egy harmadik fordítási pontatlanságnak is a helyretételére, ami talán az egyik legsúlyosabb, bár csak egy kifejezést érint. Ez a hegyi beszédnek Máté által lejegyzett részletében van, amikor azt mondja Jézus Krisztus a Máté evangéliuma 5. fejezetében a 17. verstől kezdődő részletében, hogy ha valaki csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lesz, valaki pedig cselekszi és úgy tanít a mennyeknek országában, nagy lesz. És utána két verssel azt mondja, hogy hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, aki haragszik az ő atyafiára ok nélkül, méltó az ítéletre. Nem is olvasom tovább. Ebben a rövid szövegrészletben két nagyon súlyos fordítási probléma van. Az, hogy Károly Gáspártól ered a második probléma, mert a Vizsói Biblia is így adja elő, hogy ok nélkül.
és az ok nélkül a későbbi Biblia kiadások nem kurziválták, nem szedték dőlt betűvel. És így sokan azt gondolják, hogy aki ok nélkül haragszik a másik emberre, az méltó az ítéletre. Hát ez súlyos tévedés. Jézus ilyet nem mondott. Jézus egész életével, minden tanításával azt hangsúlyozta, hogy ok nélkül haragudni, hát ez egy utolsó dolog, de okkal sem haragudhatsz. Ha okod van rá, mondjuk megsértette a másik ember, te akkor sem haragudhatsz rá. Ha meg nem sértett meg, és úgy haragszol. Nem tudom, hogy értjük ezt a problémát. Az ok nélkül nincs ott az eredetiben. Voltak olyan kéziratok, főleg a bizánci kézirat, más újszövetségi kéziratok, betoltak, interpunktáltak, mert a másolóknak vagy a megbízóiknak túl erősnek hangzott ez a jézusi tanítás, hogy ha okom lenne rá, akkor sem haragudhatom a másik emberre, mert ha haragszom, akkor megnehezítem a megbánását. És különben is, ha engem sértett meg, az én uramat sértette meg, és az én uram ezért a sértésért is meghalt a Golgotán. Tehát haragudni se ok nélkül, se okkal nem haragudhatunk. Hát ok nélkül egészen utolsó dolog haragudni, de okkal sem haragudhatunk. Ha okom lenne rá, akkor sem haragudhatunk. Úgyhogy igaz ez a mondás, hogy amikor azt mondják nekünk, hogy ne haragudj, akkor rögtön mondjuk, hogy én nem haragszom. Én legfeljebb a velem szemben rosszat elkövetőt szánom. Ezt persze nem kell elmondani, csak belül így kell érezni, de a másik embernek éreznie kell azt, hogy mi mit érzünk. A másik embernek látnia kell rajtunk, hogy mi nem dúlunk, fúlunk, és majd nagy megengesztelésére majd hát megbocsátunk neki. Nem. A keresztény embernél máshogy megy a megbocsátás. A keresztény előre már megbocsát, míg a nem keresztény utólag is alig tud megbocsátani. Ezért az ok nélkült húzzuk ki a Bibliánkban. Tehát helyesen így szól a szöveg, aki haragszik az ő atya fiára, tehát embertestvérére, vagy testvérére, méltó az ítéletre. De az előző fordítási pontatlanság is elég súlyos. Mert ott Jézus nem arról beszél, hogy aki egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül a mennyek országában a legkisebb lesz, vagyis hát bejut a mennyek országába, csak mondjuk ott egy kis sámlin fog ülni, nem hokeddin, vagy nem karosszékbe, vagy nem fotelben. Már elnézést, hogy így egy kicsit próbálom közelhozni a dolgot, mert sokan így képzelik el, hogy hát mindenki bejut. Ugye ma nagyon elterjedt az egyetemes üdvösség tana, mindenki üdvözülni fog kivétel nélkül, mert Isten a szeretet, Isten nem semmisíthet meg embereket csak azért, mert nem is ismerték őt, stb. Óriási félreértések, félremagyarázások vannak ezzel kapcsolatban, erről majd egy külön alkalommal szeretnék beszélni, most csak azt szeretném tisztába hozni, hogy Jézus már a megfogalmazásával is csak a helyes értelmezésnek enged utat, ha valaki csak egyet is megront a legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országa, hát ez fogja a legutolsónak tartani. Ezt talán így kellene fordítani. Nem, hogy nem jut be oda, de már most az Isten úgy tekint arra az emberre, tehát ez Dante is így tekintett az isteni színjátékban, amikor azt írta, azért jár bölcs elmentek egyszer erre, másszor arra, mert a hiúság szerelme, s a látszat ide-oda csalja, de mindehez még több az egek türelme, mint aki a szentírást meggyalázza, mellőzve vagy értelmét elterelve. Igen, ez a két forma, hogy vagy mellőzik a Szentírást, nem beszélünk róla, csak mondjuk a magunk kegyes vallási igazságait, vagy értelmét eltereljünk, hogy elkezdünk okoskodni, hogy ez így van, úgy van, amúgy van. Minket nem kell, hogy megháborítsanak az ilyen magyarázatok. Vegyük kezünkbe a Szentírást, biztosak lehetünk abban, hogy Isten tökéletes lény, ő maga a bölcsesség, a szeretet, a jóság. Isten gondoskodta a Szentlélek által, hogy,
hogy egy szó se támadjon saját magyarázatból a Bibliában, Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Ha valami érthetetlen, akkor először tisztázzuk ki a szöveget. Próbáljunk egy igazi, tiszta, kitisztázott szöveghez eljutni. Ez bizonyos fáradozást kíván, nem nagyot, és mindig megéri. És utána, amikor tiszta szöveg van a kezünkben, akkor kezdjünk el gondolkozni. Hát ha Jézus így kezd egy mondatot, hogy ha valaki csak egyet a legkisebbek közül, a parancsolatok közül megront, vagy mondta, hogy egy jótát és egy pontocskát megmásít. Hát arra azt mondaná Jézus, hogy hát igen, őt is elfogadja az Isten, csak nem olyan magas fokon, mint a hithősöket. Nem, ez a mondat csak egy irányba haladhat előre, hogy a mennyek országa értékrendje szerint az ilyen embert a legutolsónak fogják tartani, mert úgy gondolom, hogy ha önök kirándulnak, és van egy útjelző tábla, és azt valaki elállítja, és önök elindulnak egy rossz útjelzésen, és nem oda jutnak, ahova szerettek volna eljutni, utána nem tudom, hogy mit mondanának arról az emberről, aki ezt tette. Talán azt mondanák róla, hogy ő is jöjjön fel, és önökkel együtt ott üljön a kilátóban, és gyönyörködjön a táj szépségében, csak önök egy kicsit magasabbról, ő pedig egy kicsit alacsonyabbról, aki az Isten törvényét megmásítja, ami ugyanaz, hogy az Isten szavát megmásítja, aki vagy elvesz belőle, vagy hozzátesz, vagy eltorzítja az értelmét, Isten nem tudja elfogadni. Sőt, az eltéveítőket és azokat, akik másokat is eltéveítenek, az Isten mindig a legnagyobb gonoszságnak fogja tartani. Igazi sátáni cselekedetnek, hiszen Sátán akarja eltéríteni az egész emberiséget Isten országától. Sátán akar itt a Földön egy olyan országot létrehozni, amire azt mondja, hogy emberek, itt van a történelem vége és ne továbbja, most lesz béke és biztonság. Első Tesszalonikai levél 5. fejezetében ott áll ez a két szó, béke és biztonság. A legutolsónak fogják az ilyeneket tartani. Nos hát, ezt a három rövid, de jelentőségteljes jézusi kijelentést szerettük volna megvizsgálni. Máté evangélium a 11., Lukács evangélium a 13., és Máté evangélium a 5. fejezetéből. Akinek van füle a hallásra, hallja. Aki olvassa, értse meg.